Kedves barátaim és ismerőseim, mai nap egy tuk-tukos utazáson vesztek részt. Magyar barátom és a Kmer barátnője meghívtak egy ebédre a belvárosba. Így most olyan tuk-tukkal megyünk, ahonnan tudok kamerázni, és így látjátok, hogy milyen a kambodzsai forgalom, az utcák, és közben majd mondom, hogy mit láttok. És most egy ilyen tuk-tukba utazom. Vannak azok a kisebb tuk-tukok, az nagyon zárt. Ez pedig a hagyományos Khmer tuk-tuk. Ugye egy 125 köbcentis kis motorra van rászerelve ez a kis ülőke. És ezzel megyünk most a belvárosba. Majd láthatjátok a forgalmat, láthatjátok, hogy hogyan mennek a motorok keresztbe kasba. És közben mutatom majd az épületeket, mielőtt majd elhaladunk. Ez egy jó kis kirándulás lesz. Körülbelül 20 perc alatt élünk oda az étteremhez. Az étteremnek a neve Titanic étterem, és a folyóparton van. Tehát ott is fogok majd filmezni, és akkor látjátok, hogy milyen szép az étterem a folyóparton. Sajnos a kamera állványom az mozog, mert nincsen rajta stabilizátor, de azért remélem, hogy élvezhető az, amit majd láttok. Ez különben az az utca, ahol tegnap forgattam a tegnapi videóimat. És most kimegyünk a főútra. Arra a főútra, ami a repülőtértől vezet be a központba. Most ha itt balra fordulnánk, akkor körülbelül 5 percen belül a reptérre érkeznénk, de most mi jobbra fordulunk és megyünk a belvárosba. Nézzétek meg, hogy az összes autómárka képviselet itt van Kambodzsában. A Lamborghini, a Bentley, a Rolls-Royce, a Ford, a Toyota, minden egyes autómárka képviselteti magát Kambodzsában. Most itt látjátok ezt az épületet. Itt volt 5 évvel ezelőtt az irodám ebbe az épületbe. Itt van a BMW márka képviselet. Ez a BMW. Itt van ez a hotel, ahol a megérkezésemkor 2 napig laktam. Az állam ezt bérelte ki, hogy amikor megérkeznek az utasok Kambodzsába, akkor 2 napig itt vannak, még elintézik a papírokat meg a tesztet, és ebben a szállodában voltam.
Látjátok, hogy most egy ilyen felüljárón megyünk be a belvárosba. Három ilyen felüljáró van most jelen pillanatban ezen az úton. Megkönnyíti a bejutást a belvárosba. Mindjárt itt látjátok. Elég nagy zajt okoznak a járművek és a motorok. Aki itt lakik, az hallja a folyamatos zajt. Durván olyan éjfél és hajnal 5 óra között nyugodtság van, tehát akkor nincs akkora zaj. De addig folyamatosan ugye mennek az autók, meg a motorok. Itt van a Nissan márka képviselet. Ez egy olyan hely Kambodzsában, hogy itt vannak ezek a boltok, amiket láttok. Katonai és rendőri egyenruhák boltja. Tehát, hogyha valaki ilyet akar venni, írtozatos mennyiségű választék van. Tehát ide kell jönnie, és itt meg tudja venni a terepruhákat, a felszereléseket, katonai felszereléseket, bakancsokat. Mindent meg lehet vásárolni. Ezen az oldalon épülnek ilyen épületek. Ez ugye 93-ban ilyen nem volt. Ez a Phnom Penh Hospital. A Royal Phnom Penh Hospital. Ezek tájok építették. Itt van a Toyota szalon. Most itt épül egy hatalmas nagy bevásárlóközpont, de vele szembe meg a koreaiak fölépítették ezt a épületeket. Hát mutatom, nézzétek meg, ez egy hatalmas nagy beruházás. Ugye most azoknak a kollégáknak mondom, akikkel itt voltunk 1993-92-ben, hát ezek nem voltak itt. Egysávos vagy kétsávos út volt itt befelé a repülőtértől a központba. Most meg 4 sávon mehetünk be a központba. Fölmegyünk egy fölüljáróra. Folyamatosan épülnek a házak. Ez az utca, amit most látok, ez a Kampuchia Krom. Majd ide is eljövünk, mert nagyon sok érdekes dolgot lehet itt látni. A bal oldal innentől kezdve egész hosszan a Phnom Penh University, tehát a Phnom Penh-i egyetem van. Itt képzik ki az új generációt. Itt van nyelvi kurzus, van technikai, mechanikai.
az a jó most már, hogy a MER diákoknak nem kell külföldre menni ahhoz, hogy okosodjanak. Az összes mindenféle egyetem megtalálható most már Kambodzsába, középiskolák is, általános iskolák, tehát most már nagyon-nagyon jól szervezett az oktatás Kambodzsába. Ez az épület, amit itt most láttok, ez a munkaügyi hivatal.